Jó, hogy itt vannak velünk, minden jót mindenkinek. A Kultúrcseppek Délpestről ezúttal meginvitálja önöket egy olyan parádés zenei rendezvényre, amelyet azért tartanak rendszeresen, hogy egy jól ismert zeneiskola, a Kródh Györgyről elnevezett intézmény növendékei bemutathassák tudásukat. Egy másik riportban olyan kulisszák mögé pillantásra invitáljuk önöket, amelyből megismerhetik, hogyan is készülnek mindennapjaink termékkultúrájának elengedhetetlen tartozékai, jelesül a dobozokhoz szükséges hullámpapír változatok. A dobozokat ezernyi helyen használják, például a kokáért tortákat és süteményeket csomagolnak így, a híres neves kőbányai Lefi cukrászdában is. Nos, az ő történetükről volt szó a Város Helytörténeti Múzeumában, és ott voltunk mi is. Szóval tartsanak velünk, de mindenek előtt hírcsokrunk következik. Menny és pokol között Hieronymus Bosch rejtélyes világa mutatkozik be a Szép Művészeti Múzeum különleges tárlatán. Az európai festészet egyik legnagyobb hatású és legemblematikusabb életművét megalkotó németalföldi mestere Hieronymus Bosch, aki 1450 körül született és 1516-ig élt, fantasztikus életművet hagyott maga mögött. Az ő művészetét mutatja be a Szép Művészeti Múzeum kiállítása. A budapesti tárlaton, amely nem csak Közép-Európa valaha volt legnagyobb kiállítása Bosch műveiből és művészetéről, de a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch tárlata. Közel 90 műalkotással találkozhat a nagyközönség a Szép Művészetiben. Hofi Géza legendás előadó művészről készült karikatúrákból nyílt kiállítás Kőbányán a Körösi Művelődési Központ aulájában. 20 éve annak, hogy elvesztettük őt. A Zeneakadémia továbbra is az egyetlen magyar egyetem az első 100-ban. Az egyik legismertebb felsőoktatási rangsor a brit QS most publikált nemzetközi szakterületi rangsora minősítette ismét az élvonalba tartozónak a Liszt Ferenc Zeneakadémiát. Seregszemle volt Kőbányán a Kródh György Zeneiskolában, és ott járt Vencel Hajni, valamint Szőke János kollégám. Titokzatos ősi nyelvünk a zene, amelynek dekódolásához még szótár sem szükséges, mégis az egész világon kommunikálhatunk vele. A Kródh György Zene és Képzőművészeti Iskolában a művészeti nevelés magas fokán tanulják ezt, és változatos programokon keresztül biztosítják a növendékeknek a bemutatkozás lehetőségét. A Kródh Zeneiskola éjszakája esemény sokakat vonzott a művészeti intézményük dísztermébe. Tulajdonképpen a fő gondolat az volt, hogy az iskola valamennyi együttese egyidejűleg bemutatkozhasson. Ez egy seregszemle, az együtteseknek a seregszemléje, és egy ünnepi pillanat, amit Bartók Béla születésnapjára szerveztünk. 141 éve, hogy született Bartók Béla. Milyen programok lesznek most ezen a szép délutánon estén? Nagyon színes a program kínálatunk. A Barokk Együttes indítja 4 órakor a hangverseny sorozatot, majd valamennyi együttes felvonul, ezután egy mese koncertet hallhatunk a magánének tanszak előadásában, utána a fúvós zenekar 2 korcsoporttal mutatkozik be, majd jönnek a harmonikások, a gitárosok, a fuvola zenekar, és a legnagyobb produkció az a Kródh szimfonikus zenekar koncertje lesz, amin Liszt, Bartók és Brahms
művek hangzanak el. De még ezzel sem ér véget a koncert sorozat, hiszen utána népzenészek tartanak bemutatót, majd pedig Történelmi Táncház zárja az esemény sorozatot. Bár azért sokan ismerik az itt levő zeneiskola munkáságát, de egy kicsit mesélne esetleg azoknak, akik nem ismerik, hogy milyen szakok vannak, kik járnak ide. Több mint 1000 növendékünk van. Növendékeink szinte 100%-ban kőbányaiak, néhány olyan növendékünk van, akik időközben elköltöztek, vagy esetleg szüleik munkavállalása, vagy iskola miatt más kerületekben laknak, de tényleg kőbányai növendékekről beszélünk. Nagyon sokféle hangszeres tanszakunk van, a klasszikus zenei tanszakok mellett olyan különlegesebb tanszakaink is vannak, mint fagott, oboa, csembaló. Jó 10 éve annak, hogy elindult a népzenei tanszak, ahol fúvós, pengetős tanszakok egyaránt megtalálhatóak, tárogató, népi hegedő, népi furú, illetve tambura tanszakokkal. A zenei képzés mellett képzőművészet, rajz és festészet szakirány is jelen van az iskolában. Az intézmény dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni tehetséggondozásra, a személyes adottságok figyelembevételével a növendékek saját alkotó erejüket ismerhetik meg. A hangszeres tanárok egyéni órák keretében egyénre szabott képzési tervek alapján foglalkoznak a növendékekkel, tehát mindenkit a saját adottságai és lehetőségei szerint igyekszünk fejleszteni. Nagyon fontosnak tartjuk a kamarazenélést, és ez csúcsosodik ki tulajdonképpen a zenekarok munkájában. Nagyon szeretnek a gyerekek ezekben részt venni, hiszen vannak olyanok, akik szólóban kevésbé szívesen lépnek föl, esetleg nagyon stresszelnek egy-egy koncerttől, azonban, hogyha csoportosan lehet zenélni, valahogy megoszlik a felelősség, és tényleg nagyon jókedvűen tudnak együtt muzsikálni. Füzes Ériné, Dudás Eszter művésztanár és Brácsa művésznő 22 éve tanít az iskolában. Először csak pár gyerekkel kezdett. Azóta közös erővel építették ki a jelen létszámot. Hivatásuk célja, hogy feltárható utat mutassanak közösségi szinten a zene szerető fiataloknak. 2000. szeptemberében néhány gyerekkel kezdtem el egy kis együttest, és 2-3 év múlva már 2 pici kis kamarazenekarunk volt, olyan 15-15 fővel, és amikor dr. Szél Rita intézményvezető átvette az iskola vezetését, akkor kérdezte, hogy a vonószenekarokat hogy lehetne fejleszteni. És hát hosszas tanácskozás után arra jutottunk, hogy mindenféleképpen egy igazi vonószenekarban van Brácsa, illetve Nagybőgő tanszak, úgyhogy el is indult a zenekar fejlesztése, és később pedig felmerült az igény, hogy szimfonikus zenekarrá váljunk, hiszen már fúvósok addig is csatlakoztak a zenekarhoz, egy-egy ütőhangszer is, de tulajdonképpen a meglévő klarinét és fuvola tanszakhoz így kürt, fagott és oboa tanszak társult, és ezzel teljesen kibővült a zeneiskolának a vonós, a fafúvós és a részfúvós tanszaka. Ez óriási dolog országos szinten. Elmondhatjuk, hogy 2000 szeptembere óta közösen fölépítettünk egy óriási szimfonikus zenekart, fantasztikus utánpótlás zenekarral működik az ifjúsági zenekar, ők nagyon lelkesek, és egy-egy szám erejéig már bekapcsolódnak a szimfonikus zenekar munkájába is, és van egy barokk együttesünk. Fantasztikus, hogy kaptunk támogatást az önkormányzattól, a tankerülettől, akik hangszerekkel, kottabeszerzéssel és egyéb módon támogatják a iskola zenekarainak munkáját, úgyhogy tényleg egy nagyon színes repertoárt tudtunk fölépíteni. Hogyan készültök egy ilyen eseményre? Mennyi előttes munka szükséges hozzá? Ez egy nagyon összetett munka, tehát itt az egyéni szólamtudás az legalább annyira fontos, mint az összjáték. Tehát lényeg az, hogy mindenkinek
el kell sajátítani a saját szólamát, hiába mondjuk a vonósoknál akár 10-12-en is ugyanazt játsszák, hogyha egy valaki nem tudja, akkor ez könnyen elronthatná akár egy egész zenekarnak a munkáját. De hát nálunk ilyen nem történik meg, hiszen nagyon kiváló tanárokkal működünk együtt, tehát 15-20 kolléga foglalkozik folyamatosan a felkészítéssel, illetve játszanak is a zenekarban. 100-120 emberrel dolgozunk együtt hetente, és hát nyáron sok felkészítő táborunk van, vannak koncertjeink, bár így a pandémia alatt nem volt túl sok, de azért megragadtuk a lehetőségeket, és Magyarországon is például Sárospatakon, Tokajban koncerteztünk nyári tábor formájában, illetve tavaly ősszel az NK Zene Művészeti Kollégium támogatásával eljutottunk Pozsonyba, úgyhogy ott is adtunk egy koncertet. Ez már egy különleges esemény, hiszen ma mind a három együttesünk fel fog lépni, és egy nagyon különleges repertoárral, hiszen például a szimfonikus zenekar Bartók műsorra kezd. Bartók zenéjét Liszt Ferenc magyar fantáziája fogja követni, illetve Brahms magyar táncok, ami ugye népszerű dallam, és hát Kovács Bernadett lesz a szólistánk, aki nagyon kiváló zongoraművész, zeneiskolánkban több tanszakon kíséri a növendékeket, úgyhogy ő rengeteg hangversenyen, felvételin, illetve versenyeken is szokott közreműködni, úgyhogy egy nagyon komoly felkészültségű művésznő, és hát emellett pedig emberileg is csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. A zenekari munkát Füzesséri Attila hegedűművész és karmester fogja össze. A zenészek minőségi munkájának alapfeltétele az összhang és az egymásra figyelés. Az a taktika, hogy egy akaraton legyünk, tehát mindenki akarja. Vannak nagyon picik is, akik általános iskolában akár első-második osztályosok, és vannak idősebbek, egyetemisták vagy felnőtt korosztály is képviselteti magát, de közülük sokan, ők is 8 évesen kerültek ebbe a zenekarba, sőt, hát komoly élettörténetek is kapcsolódnak már azért a zenekar életéhez. Tehát a lényeg az, hogy a kicsiket úgy neveljük, hogy megmaradnak a zene szeretete, a zene, a zenekar, a közösség, a barátságok mellett, és hát tulajdonképpen életstílusuk és egy nagyon aktív művészetpártoló életté válik az ő időszakuk, akár már nagyon fiatalon, és ahogy jönnek a kihívások, hogy az alsó tagozat, a felső, meg a gimnázium, meg az érettségi, meg a felvételik, meg a diploma, egyszerűen én azt látom, hogy minél nagyobb a kihívás, annál jobban megmaradnak a zene mellett, és volt olyan, aki azért lemorzsolódott, és utána visszajött, hogy hát nem volt egy jó döntés. Úgyhogy erre büszkék vagyunk, hogy meg tudjuk tartani a növendékeket hosszú-hosszú éven keresztül, és hát mellettünk nőnek föl, és válnak felnőtté. Az iskola munkatársai a pandémiás helyzet után igyekeznek minél jobban visszaépíteni a hagyományos koncertéletet. Célkitűzésük, hogy minél több lehetőséget kapjanak a diákjaik az együtt zenélésre. A fidelio.hu-n láttam, hogy gyíkbőrtáskáktól a kerámia teáskészletig Art Deco Budapest címmel nyílik a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása. Szintén a fidelio.hu-n olvastam, hogy emlékérme készült a Nemes Nagy Ágnes centenáriumra. A Kossuth díjas költő 100 esztendeje született és 1991-ig élt. Tisztelt nézők, önök, hogyha vásárolnak egy gépet, vagy élelmiszert, vagy bemennek egy nagy áruházba, netántán a gardrobot akarják fejleszteni különböző raktározási dobozokkal, akkor nagy valószínűséggel olyan papírtermékekkel találkoznak, mint amilyeneknek a történetéről itt most Soroksáron a következő néhány percben hallanak. Tartsanak velünk! Hatalmas papírhengerek árnyékában állunk itt Soroksáron a Rondó gyárában, és a kérdés az, hogy valójában honnan érkeznek ezek a papírhengerek? A papírhengerek Európa több tájra érkeznek. Két fajta alappapírral dolgozunk a nagy általánosságban. Az egyik az úgynevezett elsődleges rostot tartalmazó alappapír, ez nagyrészt Skandináviából érkezik, és különféle fenyőfélék rostjait tartalmazza. Ezeket az alappapírokat azokhoz, a csomagolásokhoz használjuk fel, ahol nagy teherbírásra van szükség.
A termelésünk 70%-át viszont az igazán környezetbarát csomagolóanyagok, alappapírok adják, az úgynevezett újrahasznosított recycling papírok. Ezek már összegyűjtött, korábban hasznosított vagy használt csomagolóanyagokból, papírokból, újságpapírból készülnek a papírgyárakban, ahol ezek újra hasznosításra kerülnek, és utána pedig mi ismét csomagolóanyagot gyártunk belőle. Ezeket a papírokat Közép-Európából szerezzük be, részben Ausztriából, de egyébként nagyon sok ilyen papír érkezik hozzánk a szomszédból, Magyarország legnagyobb papírgyárából, Dunaújvárosból is. Számon tartják, hogy egy esztendőben hány tonna papír megy keresztül az önök rendszerén? Igen, hogy ne, számon tartjuk nagyon szigorúan, már csak azért is, mert egy nemzetközi tanúsítási rendszernek vagyunk az tagjai, az úgynevezett FSC rendszernek. Ez a felelős erdőgazdálkodás és a felelős forrásból származó faipari és papíripari alapanyagok nyomonkövethetőségét szolgálja. Tehát minden egyes négyzetméter, minden egyes kilogramm papírral el tudunk számolni, honnan származik, honnan érkezik, milyen erdőgazdaságokból kapjuk. Egyébként egy évben közel 70 ezer tonnányi papírt dolgozunk fel, és készül belőle hullámkarton csomagoló anyag. Egyébként ez négyzetméterre vetítve körülbelül 110 millió négyzetméter hullámkartont jelent, amit mi minden évben elkészítünk, legyártunk, és utána pedig feldolgozunk, és lesz belőle hullámkarton csomagolóanyag. Ha már említette azt, hogy nyomon követhetők ezek a termékek egészen a gyökerekig, a szószoros értelmében, akár a fákig is, tehát arra is van némi rálátásuk, hogy a fa utántermelés, erdőgazdálkodás hogy zajlik? Részben ez már nem a mi felelősségi körünk, hiszen nekünk csak azt kell igazolni és bizonyítani, hogy felelős erdőgazdálkodási forrásból szereztük be. Az erdőgazdaságokat már másképp vizsgálják, őket viszont valóban, ahogy ön is említette, egészen a konkrét fáig vissza ellenőrzik, és vissza kell, hogy követhető legyen a papíripari alapanyagnak a fának, vagy a faipari alapanyagnak a származása. Ez tehát az alfa az önök szempontjából a termékeknek, az ABC-nek a következő lépcsői azok, hogy alakulnak, milyen állomásokon megy keresztül mindaz, ami ide beérkezik. Hát a következő állomás az lesz, hogy ebből hullámkarton táblákat gyártunk. Van egy óriási nagy gépünk, ez 120 méter hosszú, hatalmas nagy berendezés, amin sedek segítségével ezekből a papírokból, ezekből az alappapírokból hullámkartont készítünk. Készíthetünk három rétegű hullámkartont, ilyenkor két papírréteg között egy hullámréteg helyezkedik el, de készítünk öt rétegű hullámkartont is, ahol pedig két hullámréteg helyezkedik el az öt rétegen belül. Ezek természetesen vastagabb, nehezebb hullámkartonok, ezeknek már teljesen más a teherbírásuk. Ezekből az óriási nagy táblákból, amiket elkészítünk, hiszen igazából ez egy végtelen tábla, ami ebből a hullámosító gépből a végén kikerül, ezeket mi feldaraboljuk, és utána a feldolgozó gépeinken különböző munkafolyamatokkal stancoljuk, megnyomjuk, hogy nagyon szép színes nyomatok kerüljenek rá, ha a vevő ezt így igényli, és egyre inkább így igénylik, hiszen nagyon sokan már nem csak szállítási csomagolást kérnek, hanem azonnal úgynevezett shelf ready, polcra kész csomagolást szeretnének, olyan csomagolást, ami a szállítás közben is megvédi a terméküket, majd utána a polcra kerülve az áruházban, akár a fogyasztó számára azonnal egy értékesítésben is használható csomagolás. Egyébként a hullámkartonnak abszolút reneszánsza van, mindenki papírba szerette csomagolni, a cégek egytől egyik távolodnak el a műanyag csomagolásoktól, hiszen a hullámkartonnak van egy óriási nagy előnye, több óriási nagy előnye van, az egyik az, hogy megújuló forrásból származik, tehát a fát újra lehet termeszteni, nagyon sok helyen, Skandináviában, Kanadában, már Magyarországon is egyébként intenzív kultúrákban termelik a faipari alapanyagot, a fákat, öntözik például kommunális szennyvízzel, hígtrágyával, gyorsan növő fafajtákat, tehát gyakorlatilag mind a búzát vagy a kukoricát úgy termesztik a fát,
és utána ezt ugyanúgy felhasználják, ez egy újrahasznosítható, megújuló alapanyag, nem beszélve arról, hogy nagyon környezetbarát, hiszen lebomlik a természetbe visszakerülve. A hullámkarton cellulózból áll, mint említettem, fa alapanyagból, vagy hogyha újrahasznosított papírból, annak az alapja is fa, hiszen a papírt körülbelül 15 kötőjel 18-szor lehet újrahasznosítani, és mehet végig a körforgáson, de ennek is fa az alapanyaga, egész addig, amíg a rostok egész picire össze nem töredeznek. Majd például a földbe kerülve 60 nap alatt maradéktalanul lebomlik, hiszen ez a cellulóz ugyanaz, mint egy faág, vagy mint a falevél, amit ősszel a kiskertekben a tulajdonosok kis básnak a földbe beforgatnak, és tavaszra maradéktalanul elbomlik, eltűnik. Egy érdekességet szeretnék még mondani, hogy mennyire bioterméket gyártunk. A két papírréteg közé, amikor beragasztjuk a hullámréteget, a ragasztóanyag a hullámréteg beragasztásához búzakeményítő. Tehát nem műanyag alapú ragasztót használunk, hanem búzakeményítőt használunk, amely a természetbe visszakerülve szintén maradéktalanul lebomlik és eltűnik. Ha pedig nyomjuk a kartont, szép színes nyomatokat készítünk, ezt pedig kizárólag és csak is vizes bázisú festékkel tesszük. Itt felhasználom az alkalmat, hogy megkérdezzem azt, ami már régóta foglalkoztat. Ha úgy tetszik, szimpla csomag, nem színezett csomag, meg egy, vagy doboz, meg egy szépen mintákkal, meg dizájnnal ellátott doboz. Ára között mennyi a különbség? Ez függ természetesen attól, hogy a doboz alapanyaga miből készül, függ attól, hogy a nyomás, a nyomat maga mennyire finom, hány színnel készülhet. Mi egyébként akár 6 színt tudunk használni a nyomatnál, tehát 6 szín nyomást tudunk végezni flexó technikával, de olyan modern, gyakorlatilag a legmodernebb flexó technikát képviselő gépeink is vannak, amelynek a nyomat minősége megegyezik az offset nyomat minőségével. Az árat így nagyon-nagyon nehéz meghatározni, de természetesen egy szép nyomat az nagyon nagyot emel a csomagolóanyag árán. Természetesen ugyanígy a felhasználáson is, hiszen nagyon sokszor a csomagolás adja el a terméket, és ezt a vevőink is tudják. Miután ennyi mindenre figyelnek a iparnak vagy az üzletágnak a karbon lenyomata milyen, hova tartozik? Törekszünk a karbonsemlegességre, célként tűztük ki a konszern maga elé, hogy a karbonsemleges állapotot az évtized vége felé elérjük. Ez még egyelőre csak egy cél, ez még nem egy teljes elhatározás, de dolgozunk rajta, egyébként abszolút környezetbarát iparág vagyunk, tehát ezt bizonygatnunk sem kell, hiszen megújuló alapanyagból dolgozunk, és nagyon sok megújult alapanyagot használjunk fel. Egy példát említek, a gyártás közi hulladékainkat, hiszen amikor a dobozokat kistancoljuk, ott stancolási hulladék keletkezik, bálázzuk, és utána a tőlünk 60 kilométerre lévő Magyarország legnagyobb papírgyárába küldjük el, ahol abból újra papírt csinálnak, és azt a papírt pedig mi megvásároljuk, és abból pedig ismét doboz készül. De ugyanígy egyébként az általunk készített dobozok visszagyűjtésre kerülnek, akár a kiskereskedelemből, hiszen a papír visszagyűjtés legnagyobb hazai forrása az a kiskereskedelmi hálózatokban képződő szállítási csomagolások visszagyűjtése, vagy akár a lakosságtól, hogyha ön vagy bárki más, vagy én otthon szelektíven gyűjtöm a papírt, az a papír ugyanígy egy papírgyárba kerül, ahol ismét a hullámkarton gyártáshoz használható recycling papír keletkezik belőle, vagy gyártanak belőle, amit mi megvásárolunk, és abból ismét doboz készítünk. Említette, hogy nagyon sok megrendelő a plasztikkal szemben előnyben részesíti a papír alapú termékeket, viszont az is világos, hogy a műanyagiparnak hihetetlenül erős bázisa meg bástyái vannak globálisan, tehát zajlik valamiféle érdekháború az iparágak között? Nem zajlik érdekháború, én úgy gondolom, hogy a piac dönt el mindent. Tehát amikor a fogyasztók tudatosan elkezdik a papírba csomagolt termékeket keresni, akkor a kiskereskedelmi hálózatokon, láncokon keresztül a termelők, a gyártók, akik a mi vevőink, óhatatlanul elkezdik a papírcsomagolást preferálni,
és papír csomagolást kezdenek el vásárolni, és gyakorlatilag ez fogja eldönteni az iparág jövőjét. Egyébként vannak olyan területek, ahol nem lehet a műanyagot helyettesíteni. Ott a műanyag bizonyos keretek között biztos, hogy meg fog maradni, de ahogy mondtam, itt a következő évtizedek lesznek döntőek, hogy az elmozdulás a műanyag irányából a papír felé milyen mértékű lesz, hol lesz ennek a vége. A fák sem nőnek az égig, tehát ez se lesz egy végtelen sokáig nyúló folyamat, valahol vége lesz, valahol eléri majd az optimális szintet. Ezt majd a következő évtizedek megmutatják. Azt lehet tudni, hogy önök jó néhány elismerést kapnak folyamatosan különböző szempontból a tevékenységükért. Ezek közül az egyik az, hogy maguk a csomagoló anyagok, illetve azok a dobozok, azok a nem is tudom mi a szakmai neve, majd kisegít ebben talán, tehát amikbe a termékeket csomagolják, azok időnként nagyon bonyolult tervezésűnek látszanak. Ez hogy működik? Gyártmányfejlesztőink, termékfejlesztőink vannak, ők egyébként csomagolóipari mérnökök, formatervezők, akik ezzel foglalkoznak, ez egy gyönyörű, szép, kreatív szakma. Már csak azért is nagyon szép, mert egy meleg alapanyaggal, egy meleg termékkel lehet foglalkozni. Ha valaki hozzáér a papírhoz, a hullámkartonhoz, akkor ez egy meleg termék. Nem hideg, mint egy kő, mint a fém, vagy mint az üveg, hanem egy meleg termék, egy nagyon szép, kreatív lehetőséget nyújtó termék. És bizony nagyon sokszor előfordul, hogy a vevőink, a vásárlóink, a különböző gyártócégek egy elképzeléssel jönnek hozzánk, azt mondják, hogy ezt is szeretnénk, jó lenne, ha így és így nézne ki, ez lenne, az lenne, és mi pedig kifejlesztjük nekik azt a csomagolást, ami személyre szabottan, testre szabottan az adott termékre, amit ők gyártanak, vagy amit épp csomagolni szeretnének, szabottan készítünk egy javaslatot, amit legtöbbször el is fogadnak. Úgy látom, hogy egy nagyon gépesített, automatizált terület. Mekkora jelentőségű az automatizálás ebben a műfajban? Egyre nagyobb jelentőségű, és ebben mi itt a Rondónál élen járunk. Az elmúlt 3-4 évben különösen sokat fejlesztettük az automatizálást és a robotizálást az üzemen belül. A lehető legtöbb gépünket láttuk el automata berakó berendezéssel és úgynevezett automata palettázó vagy kirakó berendezéssel, és a teljes belső szállítási rendszerünk is automatizálásra került, tehát az azt jelenti, hogy azok a szállító kocsik, amik az üzemen belüli anyagmozgatást végzik, gyakorlatilag emberi segítség nélkül egymással kommunikálva, az itt látható tárolópályákkal kommunikálva automatikusan végzik a munkájukat. Attól a pillanattól kezdve, hogy a hullámosító gépről lekerül a tábla, egészen addig, amíg az elkészült termék a készszáró raktárba bekerül, igazából emberi kéz már nem érinti. Ugyanakkor láttuk, hogy az épület homlokzatán hatalmas felirat toborozza a jelentkezni vágyókat. Ez a két dolog hogy fér meg egymás mellett? Szükség van szakemberekre? Mindig szükség van, már csak azért, mert fejlesztjük nagy ütemben a termelésünket. Csak egy illusztris példa, a Rondó hullámkartongyártó 4 évvel ezelőtt 11 milliárd forintnyi árbevételt realizált, addig az elmúlt üzleti évben, 2021-ben majdnem 18 milliárd forint árbevételt letettünk szert, és a 2022 évi tervünk pedig már 24 milliárd forint árbevétel. Ez egy óriási fejlődés, növekedés, ehhez mindig keresünk új dolgozókat, különösen és kifejezetten gépkezelőkre van szükségünk. Egyébként nagyon magas a Rondónál a lojalitás és a céghez tartozási idő. Az átlagos Rondó céghez tartozási idő jelenleg 10 év. Ez azt jelenti, ha van egy új dolgozónk, akkor mellette legalább egy valakinek kell lenni, aki 20 éve már itt van a cégnél, de nagyon sok olyan dolgozónk van, akik a kezdetektől kezdve 1994 óta itt dolgoznak a Rondónál, immár 26-27 éve, de nagyon sok törzsgárdán tagunk van, akik 20 éve, 25 éve már itt vannak a Rondónál.
szemmel látható, hogy nagyon sok felé a szoftverek veszik át tulajdonképpen az irányítást a folyamatok fölött. Ehhez mennyire kell speciálisan érteni? Van egy bizonyos kör a dolgozóink között, akiknek nagyon kell ehhez érteni, de természetesen felhasználó barát szoftverekkel dolgozunk. A feldolgozó gépeink is olyanok, amiket egy jó képzett gépkezelő bizonyos betanulási idő után egymaga is tud kezelni, tehát egyre okosabb gépekkel dolgozunk, amelyek egyre többet tudnak segíteni a dolgozóinknak, hogy könnyebb legyen, és hatékonyabban tudják végezni a munkájukat. Hányan vannak összesen? Jelenleg 215 fő az átlagos állományi létszámunk. Egyébként még az előbb említett árbevétel összehasonlításhoz is egy nagyon jó tükör, hogy 4 évvel ezelőtt 190 fővel termeltünk 11 milliárd forint árbevételt, addig most 215 fővel érünk el 18 milliárd forint árbevételt. Ne vegye rossz néven, de ugye az árbevétel az növekedhet úgy is, hogyha csak emelik az árat, de ez a termelési mennyiséggel is kvadrál? Igen, hogyne. Amíg néhány évvel ezelőtt alig több mint 40 ezer tonnányi papírterméket állítottunk elő, dobozt állítottunk elő, hullámkartont állítottunk elő, addig ez most már megközelíti a 70 ezer tonnát egy évben. Egyébként a világgazdasági változásokra önök mennyire érzékenyek árszempontból? Tehát amikor globálisan meglódul az infláció, vagy energiahordozók ára emelkedik, az üzleti terveket átiratja önökkel? Természetesen a rondó sem egy magányos sziget, hanem ki vagyunk mi is téve a világgazdasági hullámveréseknek, ahogy említette az imént. A meglóduló energiaárak minket is nagyon érintenek, hiszen nagy mennyiségű földgáz és elektromos áramot használunk, hiszen technológiai gőzzel dolgozunk, egy hatalmas kazánunk van. De ugyanígy egyébként például a papírnak, az alappapírnak az ár változása is jelentősen érintett bennünket 2021 évben, hiszen, mint már korábban is beszéltünk róla, nagyon divatossá vált világszerte a papírcsomagolóanyag, és ez megnövelte az igényt a papír iránt, nem csak a hullámkartongyártásban, hanem egyéb más iparágokban is, és ez magával vonzotta azt, hogy a szűk rendelkezésre állás megemelte az árakat. Természetesen ezzel is kellett élnünk. Hatékonyság növeléssel, energiatakarékossággal és alapanyag takarékossággal is próbálunk harcolni ezek ellen a tendenciák ellen. A járműparkot illetően az elektromos járművek egyre határozottabb, karakteresebb megjelenése önöket hogy érinti? Érinteni fog bennünket, hiszen környezetbarát terméket állítunk elő, és szeretnénk mi is minél környezetbarátabb lenni, teszünk is ezért. A következő 5 évben tervezzük lecserélni a gépjárműparkunkat tisztán elektromos üzemű gépjárművekre. Ennek első lépéseként a következő üzleti évben, 2023-ban egy 6 gépkocsi együttes töltésére alkalmas töltőpontot fogunk itt kialakítani a telephelyünkön belül, amivel a gépkocsi flottánknak az elektromos töltését tudjuk biztosítani. De ennél is talán még fontosabb és még gyorsabb lépés, hogy a targoncáinkat cseréljük le. Már most is nagyrészt elektromos targoncákat használunk, de a nagy tekercsfogó targoncákat is le kell, hogy cseréljük. Az alapanyagraktártól eljutottunk a készáru raktárig, és menet közben láttuk, hogy zajlik az élet annak rendje és módja szerint, de vajon a pandémiát hogy vészelték át? A pandémiát nagyon jól vészeltük át, különösen az első év, a 2020 első fél éve volt kiemelkedő, amikor a lakosság megnövekedett élelmiszer vásárlásait, az élelmiszergyártók, akik a mi legnagyobb vevőink is, hiszen igazából az FMCG szektor az, amit mi a legnagyobb mértékben kiszolgálunk, lekövették, és ahhoz természetesen óriási mennyiségű többlet csomagolóanyagra volt szükségük.
aztán utána pedig folyamatosan ez a lendület kitartott, miután az európai lakosság, így a magyarországi lakosság is kevesebbet ment éttermekbe, hanem inkább otthon maradt, otthon fogyasztott. Ez az élelmiszergyártóknak egy óriási lehetőség volt, és gyakorlatilag ehhez a mi csomagolanyagunkat vették igénybe. És erre pedig még ráerősített az a világ tendencia, hogy egyre inkább eltávolodnak a műanyag alapú csomagolásoktól, és a papír alapú csomagolások kerülnek előtérbe. Amikor az üzletágról komolyan gondolkodnak a szakemberek, mennyi időre tekintenek előre, és mit látnak ebben a bizonyos üzleti üveggömbben? Az előretekintés az a hullámkartoniparban mondjuk egy évtizedes, addig a papíriparban több évtizedes, hiszen egy-egy papírgyárat általában 30-40 év használatra építenek fel egyszerre. Amikor megépítik a gyárat, az alapokra szinte rárakják a papírgépet, és leegyszerűsítve köré építik a gyárat. Nagyon sok helyen, például Skandináviában vagy Kanadában ezt az erdők közepére telepítik, és elkezdik körülötte az erdőt kivágni abban az ütemben, ahogyan a papírgyárnak szüksége van az alapanyagra, és mire 40-50-60 év alatt körbeérnek, az először kivágott területen már ismét megnőtt az erdő, és ismét vágás érett lett. Tehát ez valóban egy évszázados, ha úgy vesszük, előre gondolkozást és felelősségtudatos tervezést igényel. A hullámkartoniparban egy-egy nagy feldolgozó gépnek az élettartama szintén több évtized, tehát 20-30 év, tehát nekünk is így több évtizedet kell előre nézni. Természetesen rugalmasan alkalmazkodunk a piaci igényekhez, ezért említettem, hogy igazából egy évtizedet nézünk előre, eddig belátható a piac mozgása, a piac igénye, kilengések vannak, de ez a mi dolgunk, hogy ezeket lefedjük és igazodjunk, alkalmazkodjunk a piachoz. Azért ahhoz már le kell tenni valamit az asztalra, hogy egy cukrászda egy város helytörténeti múzeumában előadástárgya legyen. Ez a valami pedig évtizedeken át átívelő szorgalmas és színvonalas munka, olyan, amilyenről híres Kőbánya Lefi cukrászdája. Az előadásról Vencel Hajné és Barta Adrien készített beszámolót. Zsúfolásig megtelt a helytörténeti gyűjtemény terme. Sokan voltak kíváncsiak Kőbánya híres cukrászdájáról szóló interaktív beszélgetésre. Lefkovics Gyula, akit mindenki csak Lefi bácsiként emleget, első üzletét 1934-ben nyitotta meg. Több generáció nőtt fel a Lefi cukrászda citromfagyján, esténként pedig hosszú sor állt, és amelyik gyermeknek nem tudták megvenni, volt, hogy ingyen kapott. Az Állomás utca 16 alatti cukrászdát most már unokahúga, Gabriella viszi tovább. Én 1986-ban vettem át, illetve az egy kis túlzás, mert egy évet még volt szerencsém a nagybátyámmal együtt dolgozni, úgyhogy ez nagyon jó dolog volt, mert gyakorlatilag mindenkinek bemutatott a fortéjokat, így amennyire lehetett át tudtam venni tőle. Úgy történt, hogy senkinek nem volt jogosultsága átvenni a családból, egyedül nekem vendéglátó főiskolát akkor fejeztem be, így volt rá lehetőségem átvenni a cukrászdát. Mindig is tudtad, hogy cukrász szeretne lenni, vagy ez úgy jött? Ez úgy történt, hogy nekem az életem a kosárlabda volt. 36 évig kosárlabdáztam hivatásszerűen, és mellette mindig szerettem volna valamit tanulni, és valahogy így belecsöppentem ebbe, hogy vendéglátó főiskola, és akkor így a dolgok egymás után következtek, hozták egymást, és akkor így lett az, hogy miután senki másnak nem volt lehetőség a családban, csak nekem, így én vettem át a cukrászdát. Tehát nem volt életcélom ez. De viszont nagyon örülök, hogy így alakult az életem. És a főiskolán is tanulta a cukrász mesterséget, vagy ezt ott helyben, amikor átvette, akkor kellett elsajátítani? Hát gyakorlatilag én vezetem a cukrászdát, tehát én magam nem sütök, mindenki jobban jár ezzel, hogy én nem sütök. Ebből kifolyólag muszáj volt magam mellé venni olyan embereket, akik viszont értik a szakmájukat, és nagyon nagy szerencsém van, hogy a cukrászaim nagyon régóta velem vannak, nem kell mindig új emberekkel megtanítani a recepteket, a stílust, stb. A főcukrászom a Tóth Józsi, ő gyakorlatilag a kezdetektől, amióta süteményt árulunk,
vagyok, azóta ő van velem, és még a Zolikát említeném, meg a Lökös Krisztit, akik nálam voltam tanulók, meg még van két emberem, aki szintén az egyik, a Szandika, ő is nálam volt tanuló, és a Gál Zsolt, akit ugyanaz utcáról vettünk föl, de most már olyan ő is, mint ha mi tanítottuk volna. Elég 8 éve ő is nálunk van. Az eseményen Gabriella mellett Lefkovics Zsuzsanna és Lefkovics Benjamin családtagok is részt vettek. Beszélgettek a régi időkről, a kíváncsi közönséget pedig Verbai Lajos felkészülten kalauzolta el a múlt állomásai között. A helytörténeti utazást a finom süteménykóstoló még édesebbé tette. Gyakorlatilag az elmúlt 30-40 évben olyan szinten megváltozott a cukrászat, hogy abból, ami volt egy fél évszázaddal ezelőtt a kínálat általánosságban, abból már mai nappal már nem lehetne megélni. Rengeteg új dolgot kipróbálunk a cukrászok ötleteiből, meg a mi ötleteinkből is. Édesanyám még, amíg élt szegény, rengeteget foglalkozott azzal, hogy bement cukrászdákba, kóstolt, és megpróbáltuk kielemezni a dolgokat, hogy készültek, és sok sütemény készült az ő kedvére gyakorlatilag. És hogy érintette önöket a pandémia? Hogy vészelték el ezt az időszakot? Illetve most már visszatudtak-e a régi rendre állni, vagy hogyan látja ennek a változását? Hát nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert azt a március 16-tól május 15-ig tartó 2 hónapot így anyagilag át tudtuk vészelni, senkit nem küldtünk el, mindenki maradt a kötelékben. Ebből kifolyólag sikerült nekünk úgy megnyitni, hogy hétfőn kitaláltuk, pénteken megnyitottunk ugyanazzal a stábbal. Az emberek egyébként is azt mondták, hogy már erre sétáltak, hogy mikor nyitunk ki. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk az a 2 hónap esett ki, a többi ugyanúgy zajlott, nem, nincsen probléma, hál' Istennek. Kevés olyan cukrászda van, amely ilyen jelentős múlttal rendelkezik. De hogy mi a titok? Most megtudtuk. 2 dologgal tudunk életben maradni. Egyrészt az, hogy mi nálunk itt készülnek helyben a sütemények, nem kell 2-3 napra előre megrendelni, meg 1 hétre. Tehát, hogyha valaki bejön délután 3 órakor, hogy szeretne egy oroszkrém tortát, és nincs, általában nincs, akkor 15-20 perc alatt mi meg tudjuk csinálni. Mindig van alapanyag, mindig van ember, aki el tudja készíteni. A másik meg, ami szintén szerintem az életmaradásunkhoz szükséges, hogy nem csak az van, ami a standard kínálatban van, hanem ha valaki azt mondja, hogy most egy citromos málnás tortát kér, akkor kitaláljuk azt, hogy azt hogyan lehetne úgy elkészíteni, megbeszéljük vele, és akkor így születnek új és új sütemények. Kerek, szögletes, hosszú, lapos, mogyoros, gyümölcsös. Talán még gombócartor is leváltaná csokoládékészletét egy pár finom lefi süteményért. Jó, hogy itt voltak velünk. A Kultúrcseppek Délpestről ezúttal meginvitálta önöket egy olyan parádés zenei rendezvényre, amelyet azért tartottak, hogy egy jól ismert zeneiskola, a Kródh Györgyről elnevezett intézmény növendékei bemutathassák tudásukat. Egy másik riportban olyan kulisszák mögé pillantásra invitáltuk önöket, amelyből megismerhették, hogyan is készülnek mindennapjaink termékkultúrájának elengedhetetlen tartozékai, jelesül a dobozokhoz szükséges hullámpapír változatok. A dobozokat ezernyi helyen használják, például okáért tortákat és süteményeket csomagolnak így, a híres neves kőbányai lefi cukrászdában is. Az ő történetükről volt szó a Város Helytörténeti Múzeumában, és ott voltunk mi is. Most már csak annyit, következő műsorunkra is várjuk önöket, addig is minden jót mindenkinek!